egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a lokális színtereken. A magyar munkaerő versenyképességét javítja, ha javul az egyének általános jólléte, vagyis életminősége, egészségi állapota. Ezt a javulást az egyének és a helyi közösségek szintjén az a szemléletváltozás segíti elő, melyben az egészségtudatosság egyre nagyobb szerepet kap a mindennapi döntésekben. Az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmód programok különösen fontosak a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken, a szív- és érrendszeri, a daganatos betegségek, valamint a táplálkozással és a káros szenvedélyekkel összefüggő megbetegedések a lelki egészség tekintetében. Az Európai Szociális Alap és a magyar kormány támogatásával a Kecskeméti Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat alkohol- és drogproblémákkal, játékszenvedélybetegséggel, gyógyszerfüggőséggel és pszichiátriai betegséggel küzdőknek, valamint családtagjaiknak nyújt segítséget. A Kecskeméti Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat a Katolikus Karitásznak az egyik társintézménye. 8 rév található az országban, ebből mi vagyunk az egyik. 2012 és 2014 között az Európai Szociális Alap 2 programunkat támogatta. A nagyobb programunkban 75 tartós munkanélküli, súlyos betegséggel együtt élő pszichiátriai és szenvedélybeteget vontunk be. Ez egy reszocializációs program volt. A fő célja az volt, hogy munkavállalásra tegyük őket alkalmassá. Az utánkövetésünk pedig azt mutatja, hogy a 75 programra bevont súlyos beteg, tehát akkor ők rokkanyugdíjasnak számítottak, az egyharmaduk a nyílt munkahelyi piacon azóta el tudott helyezkedni. A másik programunk az inkább drogprevenciós hangsúlyú volt, és inkább fiatalokra irányult. Ennek én a legnagyobb eredményét abban látom, hogy több mint 150 9.-10. osztályos középiskolás diákot tudtunk kortárs segítővé kiképezni, akik a program lezárulta után is, még évekig a saját iskolájukban, a kortársaik között, hát nyilvánvalóan a kortárs képzésnek köszönhetően egy másféle szemlélettel tudtak jelen lenni.